Több mint 100 millió forintból 3 kilométeren újítják fel idén 4 percesi utca csapadékvíz elvezetését. Ha a munkákkal végeznek, az Erenyő és Aknász utcák is új aszfalt burkolatot kapnak. Miskolc 2020-ban nyert el egy 550 millió forintos pályázatot, amiből már több városrész csapadékvíz elvezetésének a tervezése is elkezdődött. Pereces főutcáján naponta sok-sok autó áthalad. Az út burkolata 50-60 éves, töredezett, kátyús, toldozott és foltozott, rég nem kapott új összefüggő aszfalt réteget. Ami a domboldalból lefolyt víz, az az útnak a tőlem balra első felén állt meg. A városrész önkormányzati képviselője szerint itt a szikkasztó árok sem tudja elvezetni a nagyobb mennyiségű csapadékot, ami beszivárog az út burkolatába, és ezzel tönkreteszi az aszfaltot. Hamarosan uniós forrásból oldódhat meg ez a probléma itt, az Erenyő utcában is. Kátyúzások, aszfaltozások azért pillanatnyi megoldást tudnak csak megoldani, ezért szerettük volna, ha ez az út szakasz, ez az utca kapna egy rendes beton elfolyó elemekből álló árkot. Az Erenyő utca az 1,5 kilométer hosszúságú, emellett fog megépülni Áteresestől, Rácsostól és minden egyebestől ez az árok, amely biztosítja a víz elfolyását. Ha ez készen van, akkor fog megtörténni az utcának az aszfaltozása. A képviselő hozzátette, egy év után a napokban kaptak jóváhagyást a projekt indításához. A közbeszerzés után idén tavasszal a tervek szerint már kezdődhet az egyéves kivitelezés, majd az aszfaltozás. Ez utóbbi pályázati forrásból várhatóan 2024 második felében oldódik meg. Hasonlóan rossz a helyzet a Vájár, Bányamécs és Aknász utcáknál is, ahol szintén a csapadékvíz elvezetése után fogják leburkolni az utat is. Miskolc városa 2020-ban nyert el egy 550 millió forint összértékű pályázatot, aminek a keretében több városrésznek a csapadékvíz elvezetésének a tervezése indult meg. Tavasszal itt Perecesen is elindulhat a munka, mert a forrás 100%-ban a rendelkezésre áll. Az Erenyő utcán 1,5 kilométer hosszan építik ki a csapadékvíz elvezetést, a Vájár, Aknász, Bányamécs utcákon pedig összesen 1,3 kilométer hosszan. Tehát összesen itt Perecesen ez a két elem egy 3 kilométer hosszan a csapadékvíz elvezetése történik meg. Az Erenyő utca és a Vájár Aknász Bányamécsnek a kivitelezési költsége terveink szerint a tervezői költségvetés alapján meghaladhatják a 100 millió forintot. Miklós Viktor szerint ez a csapadékvíz elvezetés fejlesztés a városrész lakóinak javítani fogja a komfortérzetét is.